A székelyföldi ifjúsági szervezetek példaértékű kezdeményezésnek tartják a kihelyezett albizottsági üléseket. Véleményük szerint így még jobban megismerhették a magyarság fiataljainak problémáit. Fontosnak tartják, hogy erősödött a kapcsolat a szervezetek között. Kiemelték Kapus Krisztián elmúlt időszakban elvégzett munkáját. Meggyőződésük, hogy a közös egyeztetések minőségi javulást hoznak az ifjúságot érintő döntésekben. A székelyföldi ifjúsági erdőszervezetek közel 200 tagszervezetének és 5000 tagjának a nevében vagyunk most jelen, és fontosnak tartjuk kiemelni, hogy nekünk nagyon értékes volt ez a példaértékű kezdeményezés, ugyanis a kihelyezett ifjúsági albizottsági gyűléseken alkalmunk nyílott közvetlenül betekintést nyerni az országgyűlési bizottságok munkájába, és javaslatainkkal, meglátásainkkal ki tudtuk egészíteni azt a munkát, amely az egész Kárpát-medencei magyar fiatalság életére hatással van. Kapus Krisztián hangsúlyozta, az ifjúsági albizottságban együtt építették a nemzet jövőjét. Félegyháza polgármestere utalt a Fidesz kormány nemzetpolitikai törekvéseire, megemlítve a nemzeti ifjúsági stratégiát, amely kiemelten kezeli a határon túli magyar fiatalok helyzetét. Véleménye szerint nem a pártpolitika volt a meghatározó az albizottság ülésein. Az ifjúságpolitika az nem egy rövid távú befektetés. Talán ezért is nincs eléggé fókuszban, hiszen azok kerülnek gyorsabban fókuszba, ahol gyors eredményeket lehet felmutatni. Itt bizony generációk nőnek fel. Az is biztos, hogy rengeteg munkával nem hatalmas eredményeket érünk el. De embereket, jellemeket, jövőt építünk és formálunk. Gál Gergely, az albizottság leköszönő tagja azt hangsúlyozta, hogy tevékenységüknek köszönhetően nem válik érdektelenni a határon túli magyarság helyzete. Ezzel a 2004. december 5-i kettős állampolgárságról szóló népszavazásra utalt a politikus. Az ifjúsági albizottság volt az, amelyik komolyan vette ezt a nemzetpolitikai szemléletváltást. Ebben a bizottságban, ebben az albizottságban megvalósult a Kárpát-medencei magyarság egysége. Itt meg tudtuk azt valósítani, hogy a Kárpát-medence különböző pontjain tartsuk a bizottsági üléseket. Hála elnök úrnak ez mindig sikerült is, és tényleg ez a bizottság ez kiterjesztette a tevékenységét a teljes Kárpát-medencére. A székelyföldi ifjúsági szervezetek emléklappal köszönték meg Kapus Krisztián elnöki munkáját. Egyúttal reményüket fejezték ki, hogy Félegyháza polgármestereként folytatja az ifjúság számára eredményes tevékenységét, erősítve ezzel az összetartozás érzését a magyar fiatalokban.